Az Oriflame fél évszázados tapasztalattal rendelkezik innovatív technológiák és termékek fejlesztésében és előállításában. Az évek alatt 30 szabadalom fűződik az Oriflame nevéhez különböző területeken, például az egységes bőrtónus elérése, a bőrfeszesítés, a cellulit elleni kezelés, a hidratálás, az öregedésgátlás és a hámlasztás terén. Természetes összetevőket egyesítettünk az élen járó tudományos szakértelemmel, így biztosítva termékeink hatékonyságát, komfortos és biztonságos használatát, megtestesítve ezzel a svéd minőséget és eredményességet. A Novage arcápoló termékcsalád hatékonyságáról már nagyon sokan meggyőződtek, és idén bemutatkozik a Novage legújabb Time Restore arcápoló családja is, melyet kutatóink az érett bőr állapotának javítására fejlesztettek. Minden egyes Novage termékfejlesztésnek alapja az úgynevezett Age Reflect tudományos vizsgálat, melyet kutatóink alkalmaznak a termékek formuláinak megalkotása előtt. Az Oriflame 2012 óta végez átfogó kutatásokat annak felderítésére, hogyan ítéljük meg az életkort a különféle bőrtünetek alapján. Az Age Reflect tanulmány több mint 1000 különböző korú hölgy bevonásával végzett vizsgálat, melynek során a bőr egyes paramétereit elemezték különböző földrajzi, kulturális és etnikai környezetben. A szarkalábaktól a kipirosodáson át egészen a ráncokig a bőr 23 jellemzőit vizsgálták, hogy kiderüljön, melyik hogyan befolyásolja az arcon tükröződő életkort. De egyáltalán miért indította el az Oriflame ezeket a kutatásokat? A kor külső jegyeinek vizsgálata nagyon-nagyon izgalmas témakör, ugyanakkor ez egy viszonylag új tudományág a szépségiparban. Ha megértjük, mi alapján ítéljük meg mások életkorát, akkor olyan öregedésgátló termékeket tudunk fejleszteni, melyek célzottan a különféle bőrtünetekre, problémára hatnak, illetve valóban befolyásolják a bőr öregedésének folyamatát. Az Age Reflect tanulmány feltárta, hogy 5 hölgyből 4-nek a bőre idősebbnek látszik a valódi életkoránál. Milyen végeredményre jutott a kutatás? A kutatás során a bőr 23 fő jellemzőit vizsgáltuk, amelyek közül 12 jelentősen befolyásolhatja azt, hogy hány évesnek látszunk. Érdekesség, hogy ennek a 12 jellemzőnek a fontossága a különböző etnikumok esetében más és más lett. Például az ázsiai nők körében kulcsfontosságú a bőr tónusa, így a fakó bőr és a pigmentáció van a legnagyobb hatással arra, hogy idősebbnek gondolnak-e valakit az arca alapján. A kaukázusi, fehérbőrű hölgyek esetében is fontos az egyenletes arcszín, mégis inkább a ráncok, különösen a szem körüli és a homlokon lévők bizonyultak a legfontosabb tényezőnek az életkor megítélésében. Ebben a csoportban a megereszkedett bőr szintén az öregedés jele, mely legtöbbször az ajkak és az állvonalán megfigyelhető. Tudnunk kell, hogy az öregedés egy természetes folyamat, amely az évek során zajlik. Bőrünk életünk folyamán folyamatosan regenerálódik, azonban az új bőrsejtek termelődése fokozatosan lassul, csak úgy, mint a bőr rugalmasságát és feszességét biztosító két fontos fehérje, a kollagén és az elasztin termelődése. A bőr öregedését két tényező váltja ki. Vannak az úgynevezett belső tényezők, mely öröklött, gének által meghatározott folyamat, és vannak a külső tényezők, melyet a külső környezeti tényezők indukálnak, ilyen például az UV-sugárzás, a szennyezett levegő, de ide tartozik például az életmódunk és a káros szokásaink is, amelyek felgyorsíthatják a bőröregedés folyamatát. Az életkorra összefüggő bőröregedéssel kapcsolatban fontos megértenünk néhány dolgot. Ilyen például a hormonális változás. Az úgynevezett belső elválasztású mirigyek különféle hormonokat termelnek, melyek rengeteg élettani folyamatot szabályoznak. A hormonok egyensúlya elengedhetetlen a jó egészséghez és a megjelenéshez is. Egyik nagyon fontos hormon az ösztrogén, amely jelen van a férfiakban és a nőkben is, azonban a nőkben jelentősen nagyobb mennyiségben termelődik a termékeny életkorban.
Az ösztrogénnek számtalan élettani hatása van, így például elősegíti a másodlagos női nemi jelleg fejlődését, és szerepet játszik a ményálkahártya vastagságának kialakításában, valamint szabályozza a menstruációs ciklust. És nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a bőrben az egyik legfontosabb fehérje a kollagén, amelynek termelődéséért például az ösztrogén hormon is felelős. De a kollagén nélkülözhetetlen a tömör, rugalmas bőr szempontjából, és az ösztrogén pedig nagyon fontos szerepet játszik a bőrben lévő vízmegtartó molekulák működésében is. Mivel a megfelelő ösztrogén szint fontos eleme számos a bőrben lezajló szépítő folyamatnak, így szemmel látható változásokat eredményez, ahogy idősödünk. Először is a bőr elveszti rugalmasságát, feszességét, csökken a kollagén termelődése, és fokozódik annak lebontása. Másodszorban a bőr kevésbé lesz ragyogó, elvékonyodik, és egyenletlen tónusú lesz, mert az új bőrsejtek termelődése és a természetes hámlás üteme felborul. Harmadszor pedig a bőr sokkal szárazabb lesz, és csökken a víz megtartó képessége. Összességében a bőr fakóbb megjelenésű lesz. Tehát röviden összefoglalva, az ösztrogén szint sajnos a menopauza idején jelentősen csökken, ami negatív hatással van a bőrre, annak nedvességtartalmára, a kollagén termelődésére és lebomlására, illetve felborul a bőrben a melaninin termelődése és annak eloszlási folyamata. És lássuk, hogy melyek az érett bőre jellemző tipikus problémák. Ilyen a bőrtömörség hiánya, a határozatlan arckontúr, a mélyebb ráncok, a száraz bőr, illetve a pigmentfoltok. Az új Novage Time Restore termékcsalád a hosszú évek kutatásainak és a speciális összetevőknek köszönhetően tökéletesen kielégítik az érett bőr igényeit. A termékcsalád hatékonyságát két kiváló összetevő kombinációjának köszönheti. Az egyik a már ismert Genistein szój technológia, a másik pedig a lándzsás úti fűből nyert növényi őssejtkivonat. A Genistein szój technológia szójababból nyert izoflavonoidokat tartalmaz, amely elősegíti a kollagén termelődését és a bőr tömörségének fokozását. Hatására csökken a mélyebb ráncok megjelenése, határozottabbá válik az arckontúrja. Ezen kívül fokozza a vízmegkötő molekulák működését, így a bőr hidratáltabb, rugalmasabb lesz. Antioxidáns tulajdonságának köszönhetően pedig védi a bőrt a szabadgyökök káros hatásaival szemben. A termékcsalád másik hatékony összetevője a lándzsás útifűből nyert növényi őssejtkivonat, amely védi az extracelluláris mátrixban a kollagén és az elasztin épségét, hiszen az erősebb, tömörebb mátrix elősegíti a melanin termelődés szabályozását az érett bőrben, és hatékonyan csökkenti a pigmentfoltok megjelenését. Ezen kívül a kivonat intenzíven táplálja és hidratálja a bőrt, hogy az puhább és simább legyen. Minden Novage termékünk mögött klinikai tesztek állnak, amelyek igazolják a teljes termékcsalád alkalmazásának hatékonyságát. Így a Novage Time Restore Set rendszeres használatával csökken a pigmentfoltok megjelenése, a mélyebb ráncok megjelenése, rugalmasabb lesz az arc bőre, és csökken a bőrszárasság mértéke. A teljes körű arcápolást nyújtó set láthatóan fokozza a bőr tömörségét és rugalmasságát. A set 6 darab standard méretű terméket tartalmaz. Ahhoz, hogy az arcápolók maximálisan kifejthessék hatásukat, nagyon fontos követni az Oriflame bőrfiatalságát fokozó arcápolási rutinját. Az arcápolási rutin nagyon egyszerű, 4 nagyon könnyen nyomon követhető lépésből áll. Első lépésként a tisztításból, második lépésként a szemkörnyék ápolásából, harmadik lépés a hatékonyság fokozása, és negyedik pedig a napszaknak megfelelő krém használata. Kezdjük az arcápolást egy gazdag, krémes állagú, öregedésgátló hatású tisztítótejjel, melyet gyengéden, ugyanakkor hatékonyan távolíthatjuk el a bőrről a sminket, az elhalt hámsejteket és az összes vízben és zsírban oldódó szennyeződést.
És milyen hatást érhetünk el vele? Az arctej bársonyosan simává varázsolja a bőrt, miközben hidratálja és fokozza annak komfortérzetét. A tisztító tejben lévő hatékony Nutri Plus bőrkondicionáló technológiának köszönhetően. A tisztítás második fázisa legyen mindig a tonik használata, amely eltávolítja a szennyeződések és a smink maradékát, hidratálja a bőrt, illetve tökéletesen tisztává és bársonyosan simává varázsolja a bőrét, miközben hidratálja és fokozza annak ragyogását, a bőrfeltöltő hatású Hydra Plus technológiának köszönhetően. A Novage Time Restore szem és agyakkörnyékápoló krémet az arc érzékenyebb területeinek ápolására fejlesztettük. A krém szinte megemeli a bőrt a szem és az agyakkörnyékén, kisimítja a ráncokat, fokozza a bőr tömörségét és határozottabbá teszi az arc kontúrját, a Genistensoy technológia és a szemvidító fű kivonat hatékony kombinációjának köszönhetően. Az optimális hatás eléréséhez használjunk mindig szérumot. A sejmes állagú revitalizáló szérum intenzíven hidratálja a bőrt, javítja annak tónusát és fokozza a bőr természetes ragyogását. A szérum ereje a Genistensoy technológia és az édes gyökér kivonat. A Novage Time Restore regeneráló nappali krém 15-ös fényvédelemmel és az összetevőinek köszönhetően extrém védelmet nyújt az érett bőr számára. A Genistensoy technológia fokozza a kollagén termelődését és a bőrsejtek hidratáltságát. A lándzsás útifűből nyert növényi őssejt kivonat védi a kollagén és az elasztin épségét, így elősegíti a melanin termelődés szabályozását a bőrben. A hialuronsavnak köszönhetően a bőr sokkal hidratáltabb. A Novage Time Restore regeneráló éjszakai krém intenzív éjszakai táplálást nyújt az érett bőrre. Intenzíven táplálja és hidratálja a bőrt, kisimítja a ráncokat, határozottabbá teszi az arc kontúrját és csökkenti a pigmentfoltok megjelenését. Az éjszakai krém hatékony összetevői a Genistensoy technológia, a lándzsás útifűből nyert növényi őssejt kivonat és a természetes fehér tajtékvirág és fekete ribizli magjából nyert olaj, amelyek fokozzák a bőr puhaságát, simaságát és rugalmasságát. Az új Novage Time Restore termékcsalád a tudományos fejlesztésnek és a hatékony összetevőknek köszönhetően támogatja, hogy az ön bőre mindig ragyogó és fiatalos megjelenésű legyen.